Formula Motokest, az autósport és formula magazin motorsport műsora. Futam kibeszélők, értékelések, aktualitások. Minden, ami MotoGP és kétkerék. A Formula Motokest virtuális stúdiójában Balogh Tamás, Ferenci Péter és Pabdi Tamás. Köszöntünk mindenkit, a Formula Motokast idei hatodik adását hallhatjátok. Itt van velem a virtuális stúdióban Ferenci Péter. Sziasztok! Engem pedig Balogh Tamásnak hívnak. Hát lement újabb két európai futam a MotoGP-ben, és szerintem kezdjük onnan, hogy amennyire jól indult a szezon, izgalmas versenyekkel, talán ez az utóbbi két futam volt a két leglaposabb verseny eddig idén, hogyha a vasárnapi futamokat nézzük, és itt most Mugello után Jorge Martin el is mondta, hogy szerint ez részben a guminyomás szabálynak köszönhető, ami még mindig azért viszonylag szigorú. És egyébként most csak így saját gondolatomba belefizve rögtön az elején, mennyire érdekes, hogy csak a herezi sprint után voltak büntetések ebből a guminyomás szabályból, és az is ugye egy eléggé speciális futam volt a sok-sok kiesővel. neked hogy tetszett Barcelona és Mugello egymás után? Egyrészt egyetértek azzal, hogy a fő attrakció vasárnapi futamok azok nem fognak valószínűleg az versenye díjra pályázni idén. Másrészt, és itt most én hasonulok meg, hogy egyrészt azt mondom, hogy hál' Istennek itt vannak nekünk a sprintek, amik nem kevés fűszert szolgáltatnak a hétvégék lebonyolítására, és itt elsősorban a barcelonai sprintre gondolok. Bár Mugello is nagyon eléggé fordulatosan sikerült. Másrészt pedig, ahogyan jelenleg állunk, és ahogyan ugye hét hétvége ment le eddig, ö, a pontverseny eddigi alakulása az, az egy nagyon pikáns folytatást ígér. Most ugye jön egy nagy szünet. Ö, a, a, ami az elmúlt években is a világbajnoki hajrát, akkor hajráról beszéltünk, most azért még csak most lendülünk bele a szezonba. A, a tendenciák megfűszerezték, bányája jelenlegi formája és Mártin eddigi pont előnye szerintem pont jól jön ki, hogy itt majd a június végi asszeni folytatás nagyon izgalmasan alakuljon. Igen, ugye ez az utolsó két forduló, amiről most már beszélgetni fogunk, az egyértelműen Francesco Bagnájáról szólt. Ugye gyakorlatilag a barcelonai sprinten is már az élről bukott. Ugye ő közte volt annak a három versenyzőnek, aki az első helyről dobta el a motort, ugye Raúl Fernández és Brad Binder mellett, és Bagnája az utolsó körben esettel viszont azóta verhetetlen, hogy megnyerte a katalán nagy díjat, a vasárnapi futamot, Mugello-ban pedig gyakorlatilag csak a polpozíció nem lett az övé, hogy megnyerte a sprintet is, megnyerte a vasárnapi futamot is, a vasárnap egyébként elképesztően erős teljesítménnyel, úgy, gyakorlatilag két kanyar alatt ledolgozta azt a büntetést, amit Alex Márquez pénteki feltartásáért kapott, úgyhogy kicsit Picit kritizáltuk Bagnyáját itt az első 4-5 futamon nyújtott teljesítmény alapján, hogy nem annyira magas szinten teljesít, mint tavaly, meg mint 2022-nek a, a végén. Viszont most az utolsó két futam ez azért erődemonstráció volt szerintem az ő részéről, hogy megmutassa, hogy ki az úr még a Ducatinál. Abszolút így van, és mert ezt egymás között nem egyszer, nem kétszer megállapítottuk az idén, hogy Idén az lesz a világbajnok, ez elmúlt szezonokhoz hasonlóan, aki kevesebbet hibázik. Ez az egyik olvasható a dolognak, és azért bányájánál még mindig, akár itt a Mujalói hétvégén is, ez a sok-sok apró bizonytalanság még, még felüti a fejét, akár ez a pénteki benézés, aminek aztán úgy tűnt, hogy súlyos árat fizethet érte, aztán mégsem. Lett ugye Barcelonában tényleg ez az éről való bukásos sprinten, de ő még mindig átlagban nagyon-nagyon erős teljesítményt nyújt, és főleg a mai futamon a köridejei mintaszerűek voltak, tényleg csak a legnagyobbak láthattunk ilyet már kezdtől elmúlt év, quartararo nyilván az elmúlt években tőle is, a Moto2 a voltak ilyen nyelvénk, hogy, hogy szereteli a, a köröket. Hát meg ugye a Jorge Lorenzo volt annó híres igen, igen, erről, igen, 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 igen. ha azért reált, akkor onnan nem nézett vissza. És, most és én ilyen én... szempontból valóban egy picit lehet, hogy unalmasabb ez a dolog. De azért, ha a néző együtt mozgott ezzel a versennyel, és és mondjuk figyelt, hogy hogyan alakul a különbség Bányája és Mártin között. Mert azért az első négyes, most itt a mai euh, Mugello-i versenyen, az nem volt rossz, hogy az első négy nem nagyon szakadt szét. Rendben, hogy túl sok akció nem történt, de a potenciál benne volt, hogy valaki egy kicsit szélesebben veszi az egyik visszafordítót, vagy valami kis bizonytalanság van a másik, azonnal megérkezik a, a nyakára. Úgyhogy ugye Mártin a végén indított is egy offenzívát, vagy hát ilyen valami olyasmit, amire Bányája meg rögtön reagálni tudott egy körrel később, az volt az utolsó kör. Úgyhogy Bányája nagyon erős fejben, még mindig vannak repedések a páncélján, de az biztos, hogy, hogy, hogy képes arra, hogy ha van egy rossz, rosszul sikerült hétvége, vagy egy, egy rosszabbul sikerült ö, szakasza a hétvégéknek, amik ugye már nagyon nem rövidek, abból kétszeres erővel tud visszajönni, nem véletlenül nevezték, neveztük el Mr. Vasárnapnak. Igen. Ö, ez szerintem is egyébként van a fő erőssége, ugye tényleg Barcelonában is a sprinten való bukásából nagyon gyorsan felállt és most is ugye pénteken a büntetését követően, amiről ugye hát elég szép jelzőket mondott a különböző nyilatkozataiban. Ugye először azt mondta, hogy ez nevetséges lenne, hogyha ezért büntetés kapna. A szombati sprint után fogalmazott úgy, hogy bohóc büntetés. Megmondom őszintén, egyébként láttunk már szerintem ennél durvább feltartásokat is, amelyek büntetlenül maradtak. Ah, lehetett is büntetni, el is lehetett volna engedni. Beszélünk majd itt még szerintem a felügyelők Kell kapcsolatos kritikákról, de igazából teljesen bocs, lényegtelen volt. Csak egy, ha már a büntetésekről szóba kerül, ajánlanék egy ilyen ultimate megoldást erre mindenkinek, aki, aki így, így bírálja ezeket, hogy, hogy próbálja meg belehelyettesíteni a, az egyes szereplőkben most akár Alex Márquez, akár bányája helyébe először a kedvencét, majd utána azt a versenyzőt, akit a legkevésbé kedvel. És ha úgy nagyjából kiadja átlagban, hogy jó a büntetés, akkor tényleg jó a büntetés. Igen, mondom, ez szerintem az az eset volt, amit lehetett és büntetni, meg el is lehetett volna engedni, tényleg határesetnek tűnt. Nálam ez egyértelmű, tehát ott tényleg nem, nem figyelt bányája. Volt, volt ennél azért durvább, és a, ha mondjuk Márkez ott nem az ideális éven ment, amikor a rakosztával nem értették meg egymást az időmérőn, tehát az azért volt más eset, az ugyanabban a kanyarban, csak már tényleg nem az ideális híven haladt. De igazából nem számított a végelszámolásnál Bagnájának ez a plusz három helyes. Én, kőkemény két kanyar kellett izzadnia, hogy ezt ne dolgozza. Igen, úgyhogy tényleg le a kalapal előtt, és visszajött 18 pontra Jorge Mártihoz képest. Úgy vágtunk neki ennek a mugello hétvégének, hogy 39 pont volt közöttük a különbség, hogy több, mint megfelezte a hátrányát. És akkor beszéljünk is Mártinról, mert az ő teljesítménye a szezon első negyedében elképesztően magas volt, magas szintű volt, és igazából ugye volt egy bukása, azt leszámítva, ugye Herezben, azt leszámítva, hogy viszont elképesztően stabilan teljesített, és most, mintha egy picit, itt mugello éreztem azt rajta, hogy nem volt annyira magabiztos. Ezt nem tudom, hogy annak tudható ebbe, hogy Bagnájának nagyon fekszik ez a pálya, ugye. Zsinórban harmadszor nyerte meg az olasz nagydíjat, Lehet, hogy és csak Zsinórban ötször intette le elsőként a kockázászlóit, mert tavaly is ő nyerte a sprintet is, és a futamot is. Így van. Úgyhogy lehet, hogy csak emiatt tűnt egy, egy fokkal haloványabbnak Jorge Martin, viszont ami mellett én nem tudok elmenni szó nélkül az a sprint bukása. Tehát az ilyen esetekben, amikor nem tud a győzelemért csatázni, akkor be kell hozni a motort az adott pozícióban, dobogós pozícióban. Ez az egyik, a másik pedig, az utolsó körös hibája itt a vasárnapi futamon, amit ő maga fogalmazott, itt, hogy ez egy hiba volt a részéről, hiszen látta a kör elején, hogy 8 tized volt talán Bastianin-nek a lemaradása, és megnyugodott egy kicsit. Azt mondta, hogy többet ilyet nem fog elkövetni. Nyilván az okos ember a saját kárán tanul. De lehet, hogy ez a, a, a négy pont ez még sokba fog kerülni neki, mert tényleg egyelőre az rajzolódik ki, hogy itt kettejük, meg részben már kezzel kiegészülve hármújuk között itt nagyon-nagyon apróságok dönthetnek, és ö, egyrészt ugye tényleg a hibák dönthetik el a versenyt a bukásokkal, de az ilyenek is, hogy egy-egy pozíciót a legvégén, tehát tényleg az utolsó kanyarban bukott el ugye mártin. Igen. Megint csak árnyalnám bizonyos szempontból ezt. Nyilván, ha az év végén Márti négynél kevesebb ponttal kap ki mondjuk bányájától, akkor lehet mondani, hogy igen, ha nem lett volna az a Mugello-i sprintes bukása, akkor, akkor meg lenne a világbajnoki cím. Ezt most még nem tudhatjuk, ugyanúgy nyilván a Herezivel még többet veszített. Ezeket fel lehet szépen fűzni egy, egy gyönyörű sorra, ugyanúgy, hogy bányája nem megy bele a csatába, már kezdel szemben Portimauba, akkor itt ugyanígy. Másrészt meg azért arról sem se feledkezzünk meg, hogy oké, okay, Martinnak van Moto3-as világbajnoki címe, de a MotoGP-ben még nincs egy éve, hogy ő igazából tényező a bajnokságban tavaly, azért nagyon hirtelen jött neki az a lehetőség, hogy ő itt, itt beleszólhat a, VB küzdelembe. Tehát a barcelonai verseny második kanyarjáig azért ez egy inkább egy egyesélyes bajnokságnak tűnt bányája részéről, és akkor onnan a, a bukásától kezdett kiegyenlítődni a dolog, amivel Mártin úgy tűnt, hogy tud élni, aztán mégsem, azt mégis Végül aztán ugye bányáját címet védett. Mártinnak ez, hogy a szezonnak úgy vág neki, hogy már bevalottan és tempóból a világbajnoki címért tud menni, ez megint egy új szituáció. Bányájának ebben már van rutinja. Már a címvédésben is van rutinja. Úgyhogy szerintem ezek a hibák, ez ez még belefér egy, egy tanulási fázisba. Most az, hogy egy, egy pozíciót bukott, oké. Okay. Tényleg annyira hosszú ez a szezon, még most azzal is, hogy Argentina után Indiától is elbúcsúztunk, hogy, hogy itt még akármi és annak az ellenkezője is előfordulhat. Nem hiszem, hogy akármelyik világbajnoki résztvevő le fogja hozni a hátralévő 13 hétvégét hiba nélkül, Tényleg minimalizálni kell ezeket a, a, a bakikat. Igen, az az elképesztő, azt még Bagnyájánál nem mondtuk el, hogy idén ez volt az első dobogója sprinten. Tehát az az elképesztő, hogy 6 hát, forduló lement, úgyhogy sprinten plusz, dobogóra sem tudott állni. Plusz az utolsó sprint győzelme az volt, amikor kint voltunk, Spielbergben. Igen, az 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 a az nagy Dion igen. Az az é. döbbenetes. Igen, úgyhogy alakul kettejük között egy visszavágó a tavalyi világbajnoki harcban. Mennyire lehet ebben ott szerinted Márkez? Ugye az ő, az ő formája is nagyon jó volt az utóbbi hetekben. A herezi főfutam óta folyamatosan dobogón volt egészen a mai e, futamig, ahol ugye negyedik lett. E, most 36 pont a különbség, hogyha jól emlékszem Mártinnal szemben. E, nem tudom, tehát Márkeznél én most mucselóban éreztem azt először igazán, hogy hátrányt jelent neki az, hogy 2023-as Ducati ül. Ugye egyrészt ott volt ez a, ez a füstölős jelenség a, a célegyenes kigyorsításán, hogy ezt elmondták utána Márkezék, hogy igazából az az összeültető rendszer ért bele valahogy a hátsó kerékbe, a, a, az füstölt egy picit, és hogy ez egyébként a 2023-as dukátinál egy jelenség, hogy közelebb van. A, az ülés és a kerék egymáshoz. Márkeznek tényleg én nagyon nehezen tudom megfogni a formáját, és szerintem lehet, hogy a, a, a különbséget bárnyájához és Mártihoz képest tényleg csak ez a 2023-as, 2024-es motor közötti differencia jelenti, és lehet, hogy ezt még egy Márkez sem tudja áthidalni, legalábbis nekem most Mugello-ban ez volt a benyomásom. <tosz> 50%-ban adok ebben igazat. Szerintem lesznek, voltak és lesznek olyan pályák, ahol át fogja tudni hidalni a Márkez faktor miatt. Az ugye akár, ez, ez Le 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 Manban volt talán a legerősebb produkciója neki az idei évben, de lehet, hogy most rosszul emlékszem, hogy Austinban is az érről bukott, hát nyilván az, az Austin, tehát lesz, ahol ez, ez el fog tűnni, még úgy is, hogy ez egy tendencia szokott lenni, hogy az előző évi Ducati sok az évelején esetleg erősebbek, aztán kicsit lemaradoznak. Ha valakinél a kopont már kezdnél, szerintem ez nem fog megtörténni, mert ő már, már Másrészt meg, igen, Valóban, hogy, hogy Bastianini vissza tudott ma is rájönni, lehet, hogy ez, ez a, a 24-23-as es közti különbség, de még mindig nem volt nagy a, a különbség a célban. Most, ha nagyon gyorsan ránézek a, a végeredményre, kettő másodperccel a győztes bányája mögött ért célba. Ez akárhogy nézem egy 23 körös versenyen nem egy nagy különbség. Igen. Ugye már ez elmondta, hogy az utolsó két körben Bastianinének olyan volt, mint hogyha teljesen új gumiha lett volna, és tényleg ugye elképesztő tempóban előzte meg őt is, illetve Mártint is, úgyhogy Bastianiniről is egy fél gondolat, hogy valószínűleg ő lesz itt a vesztesennek ennek a Ducatis helyosztónak, amire mindjárt rákanyarodunk, de ő is egy kifejezetten jó teljesítményt mutat, ezért van egyébként rettenetesen nehéz dolga idén a Ducatinak, mert tavaly sokkal könnyebb szívvel küldhették el volna Bastianinit, mint idén. Bastianinnek az a peki, amit múltkor beszéltünk Fabdi Tomival, hogy van nála két jobban teljesítő, illetve három csak ugye bányájának fix a szerződése. Tehát van két olyan riválisa házon belül, akik Hiába teljesít ő jól, még nála is jobban teljesítenek. Ez igen, nagyon kelet egyébként az... ez a mugello második hely neki, mert tehát, ez ugye így, így lett Ducati 1-2, mármint gyári Ducati 1-2, szépen néztek egyébként ezek a kék motorok, csak nem tudom, nekem egy kicsit az agyamat úgy nehéz volt átállítani, hogy nem piros hát, motorokat nincs, látok. Nincs elég kék motor még a mezőnyben. Még igen. Tényleg nem néztek ki igen. rosszul, csak... Igen. A bastianini az az érdekes, hogy mindig, amikor már azt mondjuk, hogy jó, akkor ő már nem faktor, és őt már teljesen leírhatjuk a, ebből a küzdelemből. Lehet, hogy így is, de, 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 akkor jön egy, egy nagyon erős eredmény. Azért ez nem volt rossz, már így a futam elején is hogy ott van, ment a top 3-ban, aztán hogy már kezd megelőzte, jó, akkor ő becsorog majd a negyediken, aztán hoppá, nem, hogy a harmadik helyet visszaszerzi, hanem még a másodikat is elcsente. Mártin elől. Ami nem lenne rossz, tehát a szokásos F1-es párhuzamos rovat, hogyha Csako Perez produkciója elég ahhoz, hogy a szerződés hosszabbításról beszéljenek a Red Bullnál, akkor nyilván Bastianini is érdemelne még esélyt. Jó, csak a És valóban a... itt jön képbe az a faktor, amit mondasz, hogy de hát, ha van két jobb igen, ezt akartam mondani, hogy a Vizakesep RB-nél nem egy Márk Márkez vagy egy Jorge Mártin várja az előléptetést. Ugye ez ez a problémája a szegény Bastianininek, akivel kapcsolatban említsük meg a barcelonai álmokfutását is, mert ugye ott volt az, hogy nem töltötte le a rá kiszabott büntetéseket, és hát itt nem is tudom ki írt a, a Twitteren itt a mai verseny után, hogy oké, okay, hogy le, leszállt nála a vörösköd ott Barcelonában, de így az látszik, hogy a tempója alapján akár még világbajnoki esélyes is lehetne, és így nem volt tőle túl bölcs dolog, hogy eldobálta azokat a pontokat szándékosan a legutóbbi hétvégén. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ebből a, a ducati hajosztós küzdelemből ő már réges -rég kiszállt, tehát ő, ő erre nem esélyes, hogy maradjon. És akkor térjünk is rá erre, hogy ugye a, a sajtó értesülések szerint Eldőlhetett, hogy Jorge Martiné lesz a gyári Ducati sülés. A probléma az, amit utána Márk ez mondott, ami szerintem megnehezítheti itt az egész kirakós, és akkor megpróbálom egy szusszal ledarálni, hogy mi is a jelenlegi helyzet így vasárnap este a felek részéről. Ugye ez elmondta a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy számára nem opció a Pramag Ducati. Ugye a Ducatinak az lett volna egy ideális forgatókönyv, hogy Jorge Martin fölviszik a gyári csapathoz, hiszen Martinnak a fő szándéka az, hogy a gyári csapatnál versenyezzen. Többször elmondta már, hogy ha ez nem történik meg, ő le fog lépni a Ducatitól. Márkez pedig ugye azt hangsúlyozta eddig rendszeresen, hogy neki az a fontos, hogy a legfrissebb specifikációi motort kapja, ezt ugye a Promaknál megkaphatná. Ennek ellenére érkezett ez a nyilatkozat tőle, hogy neki nem opció a Promak, tehát hogyha a Ducatinál marad, akkor vagy gyári csapat, vagy a Grezini. A problémát az okozza, ugye, hogy a, a Pramaknak van úgy szerződése a ducati hogy övék az a másik két gyári specifikációi motor, ami a gyári csapaton kívül megilleti a Ducati szatellit csapatokat, e, így, és a Ducati pedig nem akar, legalábbis e, e, ide tegyük ki szerintem a kérdőjelet, jelenleg nem akar négynél több gyári motort biztosítani a csapataik számára. Így viszont ugye a Grazini-nél elvileg nem kaphatna a legfrissebb verziói motort kez, úgyhogy az is fölmerülhet, ugye ő három opcióról beszélt, hogy neki három forgatókönyve van, ebből nyilván az egyik a gyári Ducati, a másik a Grezini Ducati, feltehetően legfrissebb motorral, és van egy harmadik, amit ugye nem mondott ki, de hát azért ugye a sajtó találgatásokból ki lehet következtetni, hogy valószínűleg a KTM lesz az, már, már csak azért is, mert ugye közös a a támogató meg valószínűleg náluk van olyan anyagi fedezet, amivel meg tudnák engedni maguknak Márk Márkeznek a leigazolását. Szóval így áll össze ez az egész történet. Én most így vasárnap este azt gondolom, hogy ki fogják valahogy sakkozni azt, hogy Márkez is maradhasson jövőre gyári specifikációjú Ducatint, de egyelőre nagyon-nagyon nehéz a képlet. Én azt gondolom, hogy Márkint nem fogják elengedni, és Márkezt sem szeretnék. Márkint a Ducatitot nem szeretnék. Ha nekem most fogadnom kellene, én ugye, ha jól emlékszem, évvel én azt mondtam, hogy Pramak lesz belőle, gyári támogatottságú Pramak, vagy gyári specifikációjú Pramak. Én most a KTM-et erősebbnek érzem. Mert a Ducati vezetősége részéről tényleg most itt, nem is melyik újunkba, melyik féltestünkbe fél testünkbe harapjunk, mert, mert ez hát nem irigylem őket, hogy vagy egy Jorge Martin, vagy egy Mark Marquez kezét el kell engedni jelenállás szerint, ha csak valami nem tudják úgy keverni tényleg a kártyát, hogy kecske és káposzta is jólak, jól lakjon, megmaradjon. Én azt gondolom, hogy ez a grezini, ez, ez, az átmeneti megoldás már számára. A, ami egy motor, ami nem honda le lehet vele versenyezni. Azt mondta a... ugye, hogy a Grezini ez azért igazolt, hogy meglássa, hogy még versenyképes tud-e lenni egy arra alkalmas motoron, és hogy élvezni tudja -e a motorozást. Ez most ki van pipálva nála, most jöhetnek a az eredmények, ahhoz pedig ugye ő is elmondta többször, legfrissebb verziójú motor kell. Én azt gondolom, hogy az lesz erre a megoldás, hogy, hogy valahogy a Grezinihez fog, jutni fog egy gyári motor. Hogy ez úgy lesz megoldva, hogy lesz egy ötödik gyári Ducati, vagy pedig úgy, hogy a pramak elvesznek egyet, és ezzel ugye azt kockáztathatják, hogy a Pramak akkor erre azt mondja, hogy tudjátok mit, akkor inkább a yamaha megyünk, mert nekik sokkal jobb anyagi szempontból az ajánlatuk. Ugye ez a rizikója a Pramakos meccsnek, mert ugye közben ez még nem dölt el hivatalosan, hogy marad-e a Pramak a ducatinál vagy sem, szerintem maradni fog egyébként, tehát az anyagi szempontokat leszámítva minden érv a ducati maradás mellett szól. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy le fogják játszani így egymás között, hogy Márkez Én... is megkapja a, a gyári itt. Én meg azt gondolom, hogy egy mark Márkez, és most itt a rajongói akár nyugodtan meg is kövezhetnek engem, ö, hogy mondjam, egy ekkora bajnok egója nem fogja megengedni, hogy ő hogy, ne a number one csapatban versenyezzen. De a, 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 akkor is. szerintem nem mondta volna, hogy opció a Grezini. Mert azt viszont mondta, hogy opció. Szerintem ő jól érzi magát annál a csapatnál, mm. és hogyha a technikai feltételek adottak, hát, akkor per, szerintem meg lehet per pillanat. Ez, ez az én gondolatom, és el fogom ismerni, hogyha már Márkez rám cáfol, és jövőre tényleg egy grezini Ducati nyergében látjuk. Én azt mondom, hogy, hogy, szerintem vagy gyári Ducati, ha nem, akkor gyerünk a gyár, gyári, gyári KTM-re. Ugye ennek kapcsán annyit még hozzátett Márkez, hogy nem szívesen alkalmazkodna megint egy új motorhoz, de nem zárja ki ennek a lehetőségét. A KTM-nél is ugye az a probléma, hogy azért teltház van, ugye ott is náluk elvileg a, a gyári csapatnál megvan a, a leosztás, elvileg ezt tegyük hozzá. És ugye a Gazgas is papíron gyári motorokat kap. Tehát hasonló lenne a helyzet, mint egy Pramaknál. Én nem gondolom, hogy, hogy tehát, na, 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 az lenne a legfurcsább forgatókönyv, hogyha Márkez átmenne a gas tech free hez Tehát a, a, ja, ne, az, ne, az, ne, az ne, nagyon furcsa forgatókönyv most, lenne. Fié, uh, te, a, az te az a, vagy a... Igen, mondd a végig aztán majd. Ugye Akosztát bejelentették a hétvégén, ezt mondjuk el, tehát ő, őnála megtörtént a bejelentés, hogy a, a gyári KTM-nél fog versenyezni 2025-től, több éves szerződést kötöttek, szerintem senki nem esett hanyatt a meglepetéstől, és a, a közlemény egyébként látványosan kerülte Bindernek az említését, Jack miller is egyébként, akinek a helyére elvileg érkezik, hiszen Brad Binder tavaly, ugye ja, pont az osztrák nagy 2026-ig hosszabbított. Maga akosta viszont szombat délután a, a, sajtóbeszélgetésén megerősítette, hogy nincs itt szó semmi olyasmiről, hogy már kezd érkezni mellé, Bindernek lesz a, a társa jövőre a, a, a KTM-eknél. Nyilván ugye pont a KTM-nél és pont a MotoGP-ben tudjuk, hogy a szerződések túl sokat nem érnek, e, és én talán múltkor itt adásban mondtam Pabdi hogy a KTM-nél, csak azt tudom elképzelni, hogy Bindert csak márk ez miatt sorolhatják hátra a gázgázhoz. Ez a forgatókönyv ezt, ezt ugye fennállhat fennállhat, de én ezt valahogy, én, én továbbra is azt érzem, hogy a Ducati-nál fogják ezt valahogy kisakkozni, már csak azért is, mert szerintem a Ducati sem akar elengedni Márkest, sem Mártint, sem a Pramakot. Nem tudom ebből hogyan lesz megoldás, de szerintem lesz megoldás. Én nekem, a legpofon egyszerűbb megoldás az az ötödik gyári Ducati lenne, amire ugye pár éve volt is példa, amikor a VR46 is kapott egy gyári Ducatit, vagy gyári specifikációi Ducatit Luca Marininek. Akkor az nem tetszett a dukátinak. nyilván ez anyagilag minden szempontból nehézkesebb kihívás, de szerintem, ha meg akarják tartani az összes versenyzőket és az összes csapatukat, akkor ez lesz a megoldás valahogy. Aztán lehet, hogy mire kikerül ez az adás, a fel is dől az egész. Ugye már ez azt mondta, hogy ő a szponzorai miatt a nyári szünetig szeretné ezt tisztázni, ami azt jelenti, hogy a következő egy hónapban nagyjából. Igen, tehát a KTM szempontjából nyilván nagyon kedvelik Brad Bindert, de ez meg a Hamilton Ferrari eset, hogyha bekopogtat egy sokszoros világbajnok az ajtón, akkor van az a pénz, amire az amúgy sem túl sokat érő MotoGP szerződéseket felül lehet bírálni. Én az, azért örülök ennek, bár ez már tényleg kezd kicsit too much lenni, túl sok lenni Ugye a szezon eleje óta, hogy hogy most ki hogyan sakkozik, mert bármilyen megoldás születik, akár ötödik gyári speci specifikáció Ducati, akár Márkez KTM, akár Márkez Grezini, akár Márkez gyári és, és a többieknek a leosztása ennek függvényében az bárhogyan is de szenzációs lesz. Tehát Tényleg az, hogy annyi jó top versenyző van, és olyan kevés hely, hogy hogy, hogy bár hogyan lesz a a leosztás az. az Hihetetlenül izgalmas jövő évet vetít előre. Ugye, kevés hely, de főleg úgy, hogy kevés versenyképes hely, hiszen szegény Hondák és Jamaák ebben a játékban nem nagyon vesznek részt. Igen. Ugye Bindernek, ami nehézséget okozhat így a KTM-en belül, az Akosta. És nem csak amiatt, mert őt most már fixen bejelentették a gyári csapathoz, hanem mert a teljesítménye is. Azért így, így más megvilágításba helyezi Brad Bindernek az eddigi produkcióját, hogy Akosta újoncként abszolút a legjobb KTMS házon belül. Hát ugye így indultunk, hogy Katarban még Brad Binder abszolút vitte a primet, a KTM-en belül dobogót hozott, Akoszta megvillogott, amennyire tudott ott. Aztán kialakult ez a tendencia, hogy Binder, Akoszta, Miller és félkör, minimum félkör hátrányban Fernández. Csak aztán ez megfordult, és most már az van, hogy a top 10-ben egy KTM van, csak az Akosztályé. Igen, de szerintem az, amit mondtál az előbb, rend, az gyakorlatilag csak Katarra volt igaz. Tehát már Porti óta hát kezdve igen, ma, úgy a, úgy legjobb az évet, igen. és, és igen. most már tulajdonképpen meg sem lepődünk ezen hogy ő, ő, a Nem. legjobb KTM-es. Tehát eljutottunk harmad szezon után arra, sőt, hát már inkább itt ilyen Austin heresz környékén, hogy az az alap hogy akozta a legjobb ktm -s. De hát most is, és, és, nem csak a KTM-en belül, hanem a Best of the Rest. A, Igen. Mert most is mugello ment elől a négy Ducati, utánuk a senki földjén akozta, akit vagy Morbidelli, vagy vigyá lesz, vagy valaki üldözött. Tehát beszéltünk Mark Márqueznek, hogy melyik pálya kedvez, melyik kedvez kevésbé, illetve nyilván, hogy melyik pályákon, hogy jön ki a tavalyi meg az idei Ducati között a különbség. Ugyanez igaz lesz szerintem a KTM átlag teljesítményére is, tehát euh, port, hát még Portimao hagyján inkább Austin meg Barcelona, ott ugye közvetlenül az élmezőmben tudott lenni, mondanám, hogy a KTM, de inkább a Kosta. Itt meg tényleg maradt neki a, a, a legjobb nem is pozíció, ami jelen helyzetben egy ötödik helyet jelentett. Már őket tárgyaljuk, közben így a pályamutatott -e teljesítmény? Hát, sőt, szerintem akár mehetünk is tovább az áprilára, mert a KTM-ről nagyjából egyik lehetett. Akkor mondjad még, amit szeretnél. Csak annyi, hogy ugye álkoztánál... Ö Ugye érdekes, hogy elindult egy ilyen bukdácsolási tendencia. Ugye a Le szokás szerint eldobta, ez nála már tradíció, de utána jött rögtön egy barcelonai hiba is. Megint egy nem túl látványos, de elég súlyos következményekkel járó hiba, már ami a pontokat jelenti, mert egy második helyről volt kénytelen kiállni. Én nem is kiállni, mert behozta a motor, de volt egy 13. vagy 14. hely. És itt Meri mugello pedig edzésen bukott. Tehát érdekes, hogy a szezon legelején tapasztalt hibátlanság és tökéletesség lát illúziója az, az mintha egy picit megrepet volna, sőt, meg is repett. És kérdés, hogy ő ebből hogy jön vissza, most Mugello-ban szépített ezzel az ötödik helyjel, plusz ugye megint dobogós volt a sprinten. Igen, szerintem most kezd el feszegetni egyébként igazán a határokat, és ez lehet a, a, ennek lehet az eredménye ez a, a, több bukás. De mondom, tehát az ötödik az összetetben is, ezt se felejtsük el, tehát ott is a négy Ducati mögött a legjobb versenyző, amit ugye így az év elején azt mondtuk az első egy-két futam után, hogy ez lehet számára így a reális maximum, hogy a, a top 5-ben végezen, és egyelőre szerintem e felé nagyon jó irányba halad. Menjünk tovább az ápriliára, mert ott is történt egyfelől egy pilóta bejelentés, még Barcelonában. Ugye kiderült, hogy Aleix visszavonul a szezon végén. Ugye neki gyakorlatilag volt egy jó 20 éve itt a gyorsasági motoros vb n és a múlt heti pitfallban már fejtegettem egy kicsit, hogy az ő meg, megítélése az, az így nagyon nehéz. egy, egy egyen lejjebb szinten, mint doviciózónak, de neki is az utolsó évei azok, amik szerintem egyen följebb, vagy egyen magasabb polcra helyezik az ő pályafutását, mint ahogy addig kinézett a dolog. Ugye Espargarónak tényleg, tehát ő volt az másfél évtizeden keresztül, aki úgy volt itt a MotoGP mezőnyben, hogy nem nyert futamot, nemhogy a MotoGP-ben, az alsó kategóriákban sem. Ahhoz képest viszont, amit itt az utóbbi két-három évben az Áprilijával elért, az egy szinttel ugye följebb emelte. 2022-ben ő szerezte meg az Áprilijának az első győzelmét, az volt ugye saját magának is az első sikere, és ugye ott egy nagyon sokáig, nagyjából a szezonnak a kétharmadáig még világbajnoki esélyesnek is tűnt az ápriljával. Tavaly ugye volt két győzelmet és tényleg ő volt az, aki így az ápriliát az élmezőnybe emelte. Hasonlóan sikeres volt a Suzuki-nál is, aki ő volt ugye, hát gyakorlatilag Binyá kívül egyébként az összes csapattársa ellen nagyon-nagyon jó mérlege volt. Ha még emlékszel a CRT meg Open kategóriás időszakra, a Rendide Püniét is rettenetesen megverte ott házon belül a Forvarti a és tényleg igazából Vinyá lesz volt az egyetlen, aki a suzuki meg mostanra talán az áprilánál is egy picit a fejére nőtt, de rajta kívül ugye az áprilánál, hát most így megpróbálom felsorolni, ugye Jannónét gyakorlatilag megsemmisítette, ki volt mellette itt még lesz előtt? most? Hát, ő... Ugye ez volt, hogy Espargaro és a másik Aprilia. Igen, igen, igen. <laughs> Tehát ilyen szempontból szerintem nehéz az ő, ő, ő karrierjét jól belülni, de azt gondolom, hogy nagyjából kihozta azt, ami a pályafutásában benne volt. Igen, ő az, aki versenyzett jó motorokkal, de igazán jócsor sem kapott. Tehát ugye lesz a csapattársaként nyerte meg azt a Silverstone-i versenyt, ha jól tévedek. Tehát akkor ők, ők voltak ott a, a Suzuki-nál. Aztán azt az ápriliát, akármennyire is neveztük rendszerhibának vagy világbajnoki esélyesnek, vérmérséklettől és habut, habitustól függően, az a motor bármennyire is jó volt, sosem volt a mezőny legjobb motorja. Beszéltünk róla, hogy esetleg a leg kezelhetőbb, vagy a, a, a legkiegyensúlyozottabb, de hogy a legjobb motor lenne, azt azt nem mondanám. Ugye 22-ről beszélünk itt, ami leginkább a, az első felében tűnt a Yamaha, a legütősebbnek, vagy mondjuk azt, hogy a Quartararo alatt lévő Yamaha, a második felében pedig már egyértelműen a Ducati. Tehát ez, ez párgáró is való, mintha egy kicsit a, ő is a senki földjén lenne így a megítélés szempontjából. Valahol elől, de nem tudnád feltétlenül Összehasonlítani. Mi erről szintén privátin vitatkoztunk, hogy hol hol van ő nálam, Doviciózó egy magasabb polcon. Ha abszolút. Ö, Tehát az nem is kérdés, csak azt mondtam, hogy abban hasonlít az ő karrierjük, hogy Doviciózónak is azért sokat számított az utolsó néhány éve, amikor ugye már kezdett. Ja, főt, igen, 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 igen. Tehát ő, őt is egy magasabb polc emelte a karrierje addig részéhez képest az utolsó néhány bár, éve. Ugye Doviciózónak, tehát azért mégiscsak oké, okay, 125 is, de volt világbajnoki címe. Igen, csak azt mondom, hogy egy más szinten, de ugyanaz a jelenség játszódott le. Tehát Doviciózó igen, igen, nyilván igen. Persze, persze egyértelműen lesz pár Káró előtt van. Amit ki kell emelni tényleg kapcsán, ez kapcsán, az a rutinja, meg ez tényleg ez a fejlesztő képessége, tényleg az áprilia neki köszönhetően érkezett meg az élmezőnybe, és ugye a legfrissebb értesülések szerint a Honda lehet az, amelyik lecsap az ő rutinjára és tehetségére. Hát ha, ha, volt nehéz feladat ugye az ápriliát gatyába rázni, az most legalább ugyanilyen emberes feladatnak tűnik a Hondának a, a, a visszahozatala az élmezőnybe. Hát nem tudom, hogy úgy akar-e visszavonulni Espargaró, hogy így a 20-22 verseny hétvégét már nem bírja, inkább Honda-t és úgy töré van már magát, tehát nem tudom, hogy ez mennyivel jobb opció. A Hondának biztos, hogy jó opció, azt nem tudom, hogy így mi lesz Bradulnak a sorsa, hogy lesz-e két tesztversenyzőjük. Nyilván ez még nem hivatalos jelen pillanatban, ami, amiről beszélünk, de ez egy, ez egy érdekes dolog, hogy akkor átmehet a Hondához. És ami hát, a... csak, erre, hogy lehet, hogy otthon az asszony megmondta, hogy oké, okay, motorozhatsz még, de akkor válasz ki a leglassabbat. Azzal talán nem töröd össze magad. Én egyébként látok ebben egy ilyen pedrózás ö, útvonalat, ami, hogyha tényleg a Honda visszatalál a, a, helyes útra, mirrel vagy mir nélkül, hogy így spoilerezzek kicsit az elő, elő következő témákról, hogy ö, ez, és ez, ez abszolút passzolna is szerintem ez Párgáróhoz, tehát a, neki azért akármennyire is hajlamos egyszer vagy, vagy többször elborulni az hogy versenyszituációban azért a, a motorozási intelligenciája az nagyon-nagyon magas a versenyzéshez is, mondom, ne, új, úgy, hogy ő nem érintett, tehát ő más szituációkat nagyon jól meg tud ítélni, és, és biztos vagyok benne, hogy, hogy fejlesztő viszelzéseket adni, ilyesmi, az az abszolút pedróza. A, a következő nagy kérdés ugye az lehet, hogy ki mehet a helyére az áprilijánál, és az is kérdés lehet, hogy hány hely van kiadó az áprilánál. Ugye Barcelonában volt némi ellentmondás Vinyáles és Massimo Rivola között, aki ugye a csapatmenedzsere az áprilának. Ugye Rivola megmondta, hogy Vinyálesnek a szerződését meghosszabbították 25-re és meg megközölte, hogy ez nincs így, nincs neki aláírt szerződése. Ugye, vele kapcsolatban elkezdték plegykálni a Hondát, azt Vinyáles elég gyorsan lerendezte, hogy ő már nem abban a szakaszában jár a pályájának, ahol pénzt akar keresni, hanem eredményeket akar, már pedig e Ebben a vonatkozásban a Honda alig ha lehet opció jelen pillanatban. Ugye akkor ez az egyik fele a kérdésnek, vagy így a, 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 az áprilával kapcsolatos helyzetnek, hogy vinyá lesz-marad-e, szerintem egyébként maradni fog. E, és a másik kérdés az, hogy kiérkezik akkor Eszpárgáró helyére. Ugye Rivola azt mondta Eszpárgáró bejelentése után, hogy talán most sikerül egy olasz versenyzőt ültetniük az olasz motorra. Ez egyébként nem volt olyan régen, amikor így volt, ugye Jannone is olaszként volt az aprilia. Ö, és ugye sokan itt Enea bastianini -nek a nevét dobták be elsőre az áprilia kapcsán. Ugye, aki Bastianini ugye az, aki valószínűleg rajta veszít ezen a dukát is helyfoglalón, ha csak nem megy vissza a Pramakhoz, de ott is egyébként annyira zsúfolt a dolog, hogy ugye elvileg még Aldegernek is kellene csinálni valahol helyet, úgyhogy ducát Ducatilán én nem látom, hogy Bastianini-nek maradna hely, hogyha ha csak véletlenül valahogy nem tarthatja meg ezt a gyári ülést. Szóval Bastianini lehet az egyik opció, másik pedig itt az elmúlt napokban, akinek a neve bekerült a kalapba, az Márkó Bezeki, akinek az esetleges VR46-tól való átigazolásával nyilván ott, ott is meg ö, felszabadulna egy hely, ö, úgyhogy most ő, ők ketten tűnnek a fő arra, hogy átvegyék Eszpár helyét az ápriljánál, Bastianini és Bezeki ezt is próbálnám több oldalról megközelíteni. Csodálom, hogyha olasz név felmerült, akkor nem gondoltak arra a fiatal tehetségesnek látszó valakire, aki felbukkant a box utca faláma is a mugello <Sessz> célegyenesben. Ez Egy 30 évvel húgy ezelőtti húgy... kapcsolatot újra érezteni? ugye Ápriában igen, 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 rossz... Rossz, annak <Sessz> <jelenti>. <Sessz> Ne, ez nyilván csak vicc. Um, én azt gondolom, hogy akár Bastianini, akár Bezeki kerülhet oda. Szerintem egyébként egyáltalán nem jár rosszul az, aki akire végül a választás esik. Tehát ez, a, ez, az ülés. Még úgy is, hogy Maverick Vinyá lesz a, a csapattársa, de egy olyan Maverick Vinyá lesz, aki egyre jobban összecsiszolódik ezzel a technikával. És most az, hogy itt hol tart az ő lesz szerződésének aláírása, az szerintem csak részlet kérdés. lesz nagyon jó helyzetbe került az áprilénál, majd hogy nem olyan jó helyzetbe, mint a a Mahánál volt. Tehát bárki kerül oda, akár bezek ki az el, akár Bastia, Nini, ő, ő, szerintem második számú pozícióból indul, aztán lehet, hogy ez megfordul, ugye, hogy Vinnyá megfordította a tendenciát Eszpárgáróval szemben idénre azért ez elég jól kijött. De, de mindenképp egy erős páros lehet, én egyébként Bastianini-re voksolnék jelen helyzetben. Be, Bezeki idén eléggé beleszürkült a, a, a mezőnybe. Bele még uh, Dijan Antónióhoz képest is igen. rosszabb teljesítményt a vr 46 nak és, és azért az beszédes, hogy nem nagyon beszélnek arról, hogy akár Raúl Fernández, Miguel Oliveira uh, előléptetése. Tehát, hogy egy, egyik produkciója sem, bár Raúl Fernándeznek volt egy villanása, ugye Barcelonában, ami aztán a fejeződött be. Igen, ha már említetted egy zárójeles gondolat, hogy neki pedig ö, lesz majd egy karműtétje itt a Mugello-i teszt után, itt a, a verseny napon jött elő nála ez a bedurranó kar probléma, ami ugye egyre többször ö, tűnik föl ez a jelenség a motogp -seknél. Zárójel bezár. Tényleg az a döbbenetes, hogy a, a ducati is, a, az Aprilian és a KTM-nél is most, most így teljes összevisszaság. Hát ez, ez nem is silly season, ez egy silly seasons most a folyamatos átrendeződések közepette, de hát legalább nincsenek kiosztva jó előre a Ülések. Igen, a a abban a pillanatban meg fog indulni itt a Dominó, hogy a Ducati végre bejelentő, hogy ki lesz a, a gyári versenyző bányája mellett, mert ugye a a attól a pillanattól kezdve elkezdődnek elrendezni ezek a elrendeződni ezek a kirakós darabok, és szerintem erre egyébként nem kell sokat várni. és Sokan azt várták, hogy majd itt az olasz nagydi hétvégén történik meg a bejelentés, ezt aztán elmondták, hogy ezt sosem mondták, hogy így fog történni. Én azt gondolom, hogy a következő két hétben egyébként meg fogjuk kapni a választ a legfőbb kérdésre, hogy ki lesz Bagnyája csapattárs, és akkor onnantól kezdve minden továbbit meglátunk majd, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Jöjjön a szokásos japán gyártós szekciója az adásnak, és megint azt kell mondanunk, amit nem tudom, most már egy éve ha hangoztatunk, de most még inkább igaz így az utóbbi két forduló alapján, hogy a Yamaha az, amelyiknél legalább pislákol némi fény az alagút végén. Ugye volt egy kifejezetten erős Mugello-i péntekjük, ahol előbb Quartararo, majd Alex Rins volt a, az élmezőnyben. Ugye elmondták, hogy ők ugye néhány héttel ezelőtt teszteltek itt az, az olasz pályán, kipróbáltak egy új aerodinamikai csomagot, amelyet homologizáltattak is már Barcelonában, csak ott még nem jött ki annak a, az előnye, hogy jobban kanyarodik tőle a motor. Ez Mugello-ban kijött legalábbis az edzéseken, aztán utána nagyon eltűntek, mint szürke Szamára a ködben. Tehát ahhoz képest, hogy milyen biztatóan indult számukra ez a mugello hétvége, az, hogy egyetlen ponttal távoztak Alex Rins révén, az szerintem csalódás ahhoz képest, hogy, hogy, hogyan indult nekik az olasz nagy díj. De náluk még mindig legalább érezni valamiféle reménysugarat, míg a honda az, a, az a teljes csőd. Tehát Tényleg, gyakorlatilag nem is kell őket keresni az eredmény listán, mert a, a csak azért nem fixen az utolsó négy helyen vannak, mert néha van ott egy szabadkártyás Szavadóri, meg egy Augusto Fernández. Tehát a, a, azt leszámítva folyamatosan az utolsó 5-6-ban vannak, ameddig egyáltalán versenyben vannak. Mert igen, ugye, ezt, ezt, ezt akartam Mir mondani. Is, tehát a, a, a múlt heti barcelonai versenyhétvégét ugye közösen néztük F2-től, hát majdnem az Indi 500-ig, azt végül nem vártuk meg közösen, de ott ugye fixen a bingónkban benne volt, hogy Zsohan Mir pukik. És ki is kellett x hogyha jól emlékszem. Úgyhogy nem, egy... pont, pont nem. Pont Na, nem, ott, ott nem, pont nem, igen, ott Jack Miller. Barcelona. Lehozta. lehozta. Igen, igen ez, ez volt, volt, akinek nagyon fájt, hogy, hogy pont ott, ott nem nyilván nem kívánunk semmi rosszat, Mírnek, de de tényleg döbbenetes tendencia, hogy ha valamit biztosra lehet venni, vagy közel biztosra, akkor ez ez. Ö, és ez lassan, ugye Mír is a legfrissebb legkek szerint megelégeli, mert hát ez sem a karrierének, hosszú távon a testi épségének nem tesz jót. Ez Igen. a dolog, azt, azt nem látom, hogy, hogy tényleg kiülhetne fel, fel erre. A, a hondárát szerintem ki... aki marad. Tehát ez nagyjából hát... hasonló casting lehet majd a Honda-nál, hogyha esetleg tényleg felszabadul, felszabadul ott egy ülés, mint pár éve az aprilia Me Mennyit változik, nem néhány év alatt a MotoGP, t az aprilia utasítgatták vissza moto versenyzők, most meg a Hondát fogják valószínűleg ott hagyni, meg visszautas, visszautasítgatni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha most a Luca Marini-nek megmutatnák ezt az eddigi hét versenyt, ami volt idén, és megmutatná a tavalyi évvégi önmagának, hogy figyelj, pontot sem fog szerezni az első hét futamon, fixen utolsó vagy gyakorlatilag az, az összes futamon, akkor is ott hagyná-e a VR46-ot. Hát igen, ő akart egy gyártónak a versenyzője lenni, ez így rövid távon sejthető volt nyilván, hogy nem lesz jó döntés, hosszú távon még kiforhatja magát, csak tényleg az a különbség a Yamahához képest, hogy náluk nem érezni semmi uh, előrelépési folyamatot. Tehát a, a Yamaha-nál tényleg... Igen, a ja, yamaha már... legalább néha az erdőben fölő egy tüzet, hogy itt vagyunk. Igen, a elmondta, hogy soha ilyet még nem látott a yamaha hogy ennyire intenzíve jönnek a, a fejlesztések uh, gyakorlatilag Igen. minden hétvégére. Uh, ugye tényleg igazoltak is európai szakembereket, ami ugye az egyik probléma volt, már Márkeznél is a Hondánál, vagy ő is elmondta ezt, többször, meg Kvártaráról is a Yamahánál, úgyhogy náluk érződik valamiféle előrelépés, a Hondánál nem. És akkor még Kvártaráról kapcsán mindenképpen ki kell emelni a szombati kifakadását a felügyelők ellen. Melyek a nál a kifakadás szót nem úgy kell érteni, mint egy eszfárgárónál, tehát ő sokkal ö, ö, visszafogottabb stílusban, de azért elküldte elegebb éghajlatra a felügyelőket. Ugye neki volt egy versenybalesete Oliveira-val, amit, hát, mint ahogy most mondtam, is versenybalesetnek minősítettek a felügyelők, és ezután akadt ki. Quartararo hangsúlyozotta nem azon, hogy miért nem kapott büntetést Oliveira, hanem hogy ezt magyarázzák már meg a felügyelők, hogy például ha ő 2022-ben azt szemben kapott büntetést Eszpárgáróval a, a, az kapcsolatos incidens miatt, amiben el se esett Espargaró, akkor most Oliveira hogy, hogy nem kapott, és azt mondta ugye, hogy mintha falhoz beszélt volna, a felügyelői szobában, meg hogy tapasztaltabb felügyelők kellenének. Azt mondta, hogy olyan érzése volt, hogy olyanokkal beszél, akik életükben nem motorversenyeztek, és hogy összezavarodottabb volt, amikor távozott tőlük, mint amikor bement. És ez így önmagában még nem is emelném ki ennyire a hétvége történései közül, csak. Ez most már a sokadik ilyen alkalom egy-egy hétvégén, amikor valaki összerúgja a port így vagy úgy a felügyelőkkel. Ugye néhány héttel ezelőtt Zárkúnak volt egy elképesztő kifakadás a Freddy Spencer ellen. Ez, ezt a uh, példát akartam bocsánat felhozni, hogy ez most ez az indok, hogy olyanok döntenek, akik lehet, hogy még soha életünkben nem ültek motoron. Ez egy új, mert azért Freddy Spencert ilyesmivel nem nagyon lehet vádolni. tehát. Igen. Ez, ez, is azért rámutat arra, hogy mennyire egy, egy összetett és kényes dolog ez, mert attól még, hogy te akár világbajnok vagy, ö, vagy pont, hogy egy külső szemlélő egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ebben vagy abban a szituációban jó döntést tudsz hozni. Tehát, Én szerintem a, a probléma az, amire Kvárteráról is rávilágított, hogy nincsen Következetesség a felügyelő ítéletekben. Hát tényleg, a, tehát ha, ha 2022-ben azt szemben ő büntetés kapott, akkor most Oliváj is kellett volna kapnia szerintem. De amúgy szerintem egyik sem ért büntetést, ugye erről sokat beszélgettünk annó két évvel ezelőtt, hogy ö, én, én ott sem adtam volna büntetést. Ilyen hibák benne vannak. De például, ha, ha már következetességet hiányolunk, egy helyen volt a hétvégén, ugye a Martin Bastianini féle sprintes összeakadásnál az is verseny balesetnek lett minősítve, ugyanúgy, ahogyan Portimáóban ban a Márquez Bagnaya féle az szerintem nagyjából megegyezett a két eset, ebben legalább volt egy következetesség, hogy egyiknél sem volt büntetés. De a, a, ami a probléma az az, hogy tényleg most már nem először jelzik a versenyzők azt, hogy, hogy ők sem értik egyes helyzetekben a döntéseket, mert az egy dolog, hogy egy szurkoló nem érti, vagy, a, vagy az újságíróknak nem tetszik, ez vagy az. A probléma az, hogy ha maguk a versenyzők is úgy érzik, hogy itt, itt, itt valami nem stimmel én nekem nagyon az az érzésem, és ez most abszolút egy ilyen kanapé szakértőség lesz, de az, hogy folyamatosan tényleg erről van szó, ez az, ez, ez, nekem azt mondatja, hogy nincs egy átfogó ö, szemlélet a, a tehát Történik valami a pályán, Na, mi értjük, megnézzük a szabálybetűjét, de hát a szabálybetűjét azt most, hogy így értelmezzük, vagy úgy betű, hogy, hogy értelmezzük. Én innen Budapestről a saját lakásomból úgy gondolnám, és ez körülbelül ennyire ütős is, hogy azért történt már elég sok incidens. Mondjuk, vegyük az utóbbi öt évet, mondjuk. Ha ezt a periódust lefedjük, ott van benne tényleg ez a, mindenkinek a kvartáláról, ezt feltartások, akármi, a bárkezbányája eset. Nagyjából össze lehetne válogatni, hogy milyen jellegű incidensek történnek a pályán, és ott összemérik hogy egyes esetekben mi milyen ítélet született ott, hogy itt ez túl szigorú, ez, ez kevésbé szigorú volt. Csak ez ugye sok-sok plusz munka lenne, de, és ez, de, alap, ez, de ez, de ez, ez alapján... De csinálnak is? Tehát, hogy e, hát a akkor meg... is beszélt arról, hogy ugye többször kikérték a véleményüket, hogy szerintük ez vagy az büntetés lett volna, csak azt mondta, hogy ennek semmi eredménye nem volt, vagy, vagy látszata nem volt. Valamint, a... hogy a versenyzőktől. A versenyzőktől, igen. Hogy... Hát jó, ért... hát, hát, hát igen, csak erre, erre nem feltétlenül a versenyzőknek kellene vagy nem, nem tudom, akkor minden ilyen incidenssel várják meg a következő versenyző ülést. ott van, ülnek 24-en, ha, 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 legalább 13-an büntetése szavaznak, akkor, akkor büntet De, lehet így. Ugye ez volt néhány héttel ezelőtt a problémája, hogy mintha tőle várták volna, hogy be, bemószerolja ezt tehát hogy ez nem, nem a versenyzőknek kellene amúgy megmondani. Hát, persze. Egy-egy tehát... helyzet az büntetést érdemelte, vagy csak Tényleg, ami, ez most nem egy rossz dolog, amit mondtál, hogy ilyen precedenst, euh, preceden, ahogyan az amerikai bíróságok működnek, ugye, hogy a precedens alapon nézni az Igen. ítéleteket. Nyilván minden helyzet más, ezt is mindig el kell mondani, de vannak azért összehasonlítható helyzetek, mint Igen, ahogyan Igen, most Igen. így mondtam, hogy a portimaui Bányája Márkez eset az nagyon hasonlított a mostani Mártin bastianini ütközésre a sprinten, és itt legalább mind a két esetben következetesek voltak abban a felügyelők, hogy nem volt büntetés, szerintem egyébként jogosan. Tehát az tényleg az az eset volt, amikor, hogy a, ugy, ugyanaz az eset volt tényleg, mint portimao hogy az egyik versenyző próbálkozott egy előzéssel, széleses sodrodot, és ahogyan próbált visszatérni a belső ívre, a, ott belül mellette jött az, aki akit előzni próbált, és ugye jobban tudott kigyorsítani. Tehát ez a klasszikusan az, az, kereszteszték egymást az íveik. Te, tényleg itt, hogy ilyen testület, meg jó játszunk demokráciásat, amit mi is így a miniszerkesztőségen belül, hogy te is meghallgatod a mi véleményünket, aztán döntesz, ahogy, ahogy akarsz, gyakorolva a demokratikus elveket, nem biztos, hogy egy, egy fokkal keményebb kezűség rossz, rosszat tenne. Valakit találnának akár egy ex-versenyzőt is. Most nagyon erősen töröm a fejem. Valamiért azt érzem, hogy nem Valentino Rossi lenne erre, vagy nem, és nem is Jorge Lorenzo lenne erre a legalkalmasabb. De, de például egy Alejcs Espargaro? Mondjuk, ha még, még, akár. De két, két tesznap után úgy dönt, hogy még sem akarja rommá törni magát 35 évesen, igen. akkor még elmehet akár ilyen. Tehát aki, is. Aki, aki nem olyan rég benne volt, ö, és, és, és tudna határozott, kellő határozottsága lenne a, a következetességre. És az, hogy indokolná, hogy ez azért nem büntetés, mert. Igen, egyébként ez nagyon sokszor ez marad el a MotoGP-nél. Ellentétben például a Form 1 akiknél tényleg ilyen két-három oldalas dokumentumokat szoktak kiadni arról, hogy miért születik így, vagy úgy a döntés. Most is például a Bagnyája döntés a, a feltartás után annyi volt, hogy feltartott egy vagy pontosabb, hogy indokolatlanul lassan ment az ideális híven, és ezzel zavart egy másik versenyzőt. Ennyi volt az indoklás. Hogy ez más esetekben miért nem büntetés, igen. Azt, hogy nem nagyon részletezték. Ugye a három rajta egyébként azért volt, mert elsőre ezt kap egy versenyző, a továbbiakban ugye súlyosbodik, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Igen, tehát következetességgel nem tudom, hogy ez hogyan lehet elérni, ez egy jó módszer lenne, amiket itt fölvázoltál. És akkor beszéljünk még természetesen a Moto 2-ről és a Moto 3-ról is, hiszen például itt az utóbbi két hétvégén talán a Moto 2 volt a legesemény most itt mugello feltétlenül. Tehát helyenként Moto 3-at megszégyenítő szorossággal követték egymást a versenyzők, és aztán egész, egészen jó finálé is kerekedett belőle. Igen, ugye Barcelonában Ogura nyert, szintén az idei első győzelmét aratva, most Mugello-ban pedig Joe Roberts szintén először nyert idén, és ugye ők ketten ö, üldözik Sergio Garciát, aki nekem eddig abszolút a szezonnak a meglepetés embere, ezt hát. talán már a legutóbbi adásban is mondtam, hogy én tőle nem számítottam ilyen teljesítményre, annak ellenére, hogy néhány éve ugye a Moto3-ban is világbajnoki esélyes volt, nekem ez meglepetés, hát pont... hogy ő ennyire elől van, de egyébként pont tulajdonképpen... Ezért tűk, igen tulajdonképpen azt lehet ö, észrevenni, amit talán Pabdi Tomi emelt ki a legutóbbi adásban, hogy fordul a kocka Boszkos és Kalex viszonylatban. Tehát, hogy annak ellenére, hogy fábró csak négy Boszkos van a mezőnyben, illetve most itt Mucsálóban öt volt, ugye Pazini vel kiegészülve, az első hat helyen ott van mind a négy, az összetetben. Ami elképzett a erre sem, fordulat. Erre sem fogadtunk volna, hogy a, a négyből Aldeger fog a legrosszabb helyen állni. Igen, ugye neki volt egy rejtélyes nyakfájdalma itt szombaton, ami miatt az időmérőn rajthoz, rajthoz, sem tudott állni. Vasárnap ugye balesetbe keveredett, és csak hatodik helyen áll az összetetben így a szezon harmadánál. Hát nagy szerencséje, hogy már a télen megkötötték azt a Ducati szerződést, mert lehet, hogy most nem csak nagy a, Dukati. Az mondjuk a közvetítésben elhangzott, hogy azért bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Hát, tehát, ezek hogy... ugye mind, mind ilyen találgatások, tehát senki nem látja a Ducati szerződést, meg ugye a, sze a MotoGP szerződések olyanok, hogy viszonylag könnyű őket Igen. felbontani, mint a láttuk. De a tendencia folytatódik, azért mondhatják, hogy bocsi Fermin, amúgy is teltház van, és te sem vagy most a jobban, teljes, legjobb formátban, úgyhogy ezt, ezt még egy jegeljük egy picit. Szerintem amit befolyásolhat, hogy milyen motort kap. Tehát hát, a, a, igen. Most lehet, hogy például megy a pramakhoz, de lehet, hogy ő lesz az áldozata annak, amit uh, 30 perccel ezelőtt hát tettegetünk. Megy a pramakhoz, csak... Hirtelen egy Jamahantarra találja magát. Nem, hát az nyilván akkor ugye nem dukát szerződés. Persze, de hogy az nem. lehet benne, hogy mondjuk ő, ő csak előző évi specifikációt kap. Nagyon nehéz itt a dukát is kirakós, de akiről még beszélgessünk az Joe Roberts, aki viszont nagyon jó ütemérszékkel kezdett el elképesztően jó szezon futni a Moto 2-ben mert így ezzel a formával, amit nyújt, simán esélyes a trackhouse az ülésére, ugye elsősorban az övékre, hiszen amerikai csapatról van szó, amerikai versenyzővel, amerikai a promótere. Most már a MotoGP-nek, ha ilyen formát mutat Roberts, és ott lesz a VB között, mondjuk még a szezon kétharmadánál is, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt Oliveira vagy Fernández helyét át fogja venni a, a nál azt, azt azért nagyon világosan lehet látni, hogy a jelenlegi top 3-as a Moto2-ben Ogura Roberts Garcia most hátulról előre haladva. Nem véletlen, hogy a harmadik helyzet Ogura és a negyedik Lopez között van egy 20 pontos hézag. Elképesztően stabil. Nincs nullázásuk, egyiküknek sem. És nincsen nyolcadiknál rosszabb helyük. Egyetlen nyolcadik hely Robertsnek Barcelonából. Nagyon-nagyon kiegyensúlyozottak. Robertsnek ugye volt egy tripla második helye, mindannyian nyertek már futamot, vannak dobogós helyezéseik, és igazán egyik, egyiküket sem vártuk ide a. a igen, igen, ez a meglepő, mert még úgy lopez számítottunk erős teljesítményre, Aldegertől mindenképpen, kánetet et is oda soroltuk az esélyesek közé, így a az roberts első ogura hármasnál nem nagyon. És Rob, Roberts mellett Ogura is ugye szóba jöhet motogp ülésre, ugye az LCR-nél a japán versenyzőknek fenntartott helyen, és hát hogyha ilyen produkciót nyújt, most ugye bugello csak idézőjelben csak negyedik lett Garcia, ő is bejelentkezhet akár egy motogp ülésre, e, Ugye neki és... konkrétan hatodik helynél nem volt rosszabb eredménye idén. Tehát a, ő elképesztően erős, és mondom, engem meglepet, hogy ő ennyire tényező ebben a bajnoki harcban. Hát és hogy mennyire átrendeződtek a, az erőviszonyok itt a középső kategóriában. Az, hogy Tony Arbolino inkább a tavalyi szezon második felét folytatja, az még talán a kisebb meglepetés, bár még mintha annál is egy fokkal alább adta volna, tehát neki hetedik helynél nincs is jobbja. De hogy hogy kit kell, ja hogy Jay Dixon mennyire nem tényező az is hihetetlen, ő azért nyeregetett versenyeket ha jól rémlik tavaly. Igen, és ugye ő, ő, vele, is, ő vele kapcsolatban is ugye, mindig felmerül, hogy jöhetne a motogp mert brit, és kellene egy brit versenyző. Hát de, de, pont a múlt a héten, igen, tehát pont a múlt héten csináltunk Gobody uh, Gobodis egy Pit Volt című műsort, amiben a Forma 1-es pilóta szerződéseknek a, 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 tényezőiről beszélgettünk. A motogp sokkal nagyobb mértékben uh, nyomalatban a teljesítmény. Tehát lehetsz amerikai Mag lehre Brit. ha hozzá nincsen teljesítményed, akkor nem fogsz. Kivéve, bekerülni. ha japán vagy, bocsánat, csak hát, de, 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 a japán is olyan, hogy tehát a Ogurának a tavalyi eredményei szerintem nem lettek volna eleg, nem is voltak ugye elegendők végül hát, ahhoz, de, hogy beültessék Nakagami helyére. korábbi, korábbi, a, igen. Hát a korábbi, igen, de ott meg ő utasította el az LCR-nek az ajánlatát, elvileg ugye abban a szezonban, amikor a WBC címért ment a, a Moto2-ben. Tehát itt, itt azért úgy nem lehet bekerülni csak nemzetiség egy alapon a, a Aztán lehet, hogy Dixon Persze. majd rám fog cánfolni, ilyen e... teljesítménnyel is, de nem, ne, egyelőre nem gondolom. Túl, túl értékesek már azért, még ha egy kevésbé versenyképes és akkor a japánok esetében még visszafogottan fogalmazok, kevésbé versenyképes ülésről van is szó. Dixonnal kapcsolatban azért mondjuk el, hogy Barcelonában oda fért a dobogóra, hozott egy harmadik helyet. De az De... az egyetlen épkézláb eredménye. Az hát, hogy konkrét... Igen, most sikerült egy 12. helyet összehozni, tehát hogy Ge Gevarával, a saját csapattársával harcol jelenleg a 15. helyért az összetetben. És akkor még nem beszéltünk az ájósokról, akik szintén hetedik helynél jobbat nem értek még el. Igen. Úgyhogy, úgyhogy meglepő egyelőre, ami a Moto2-ben zajlik. Ami a Moto3-ban, az szerintem már kevésbé. Ugye itt szépen lassan kirajzolódik az, amit a szezon előtt sejtettünk, hogy David Alonso lesz a fő favorit. Ugye most Zsinorba három győzelemnél tart hogy most már nagyon nem igaz az a tendencia, hogy egy győzelem, egy viszonylag gyengé futam, mert Le óta folyamatosan megállíthatatlan, és ez a mugello produkció, ugye, hogy az a szabad kezdve folyamatosan rekordidőket motorozva megszerzi a pólpozíciót, és megnyeri a futamot, ugye a legnagyobb mugello különbséggel valaha, ami ugye bő egy tized másodpercet jelentett a Moto3-ban, Hát itt szerintem elkezd eldőlni az, hogy ki a fő favorit itt az Alonso Holgádó csatában, és olyannyira nyira, hát most már 7 tovább Ez a arány, ez gondolod, hogy meg meggyőző? Hogy Igen, és én még tovább mennék, hogy én nem tanulzó? is biztos, hogy Holgádót érezném a fő kihívónak, annak ellenére, hogy még ő a második. Hát szerintem hát aki... Igen. Aki igen. a második legjobb formát mutatja a moto 3 idén, az Colin Weyer. Tehát, igen, ha, igen. ha, valakit kellene találni kihívót Alonzónak, akkor ez inkább ő lenne, annak ellenére, hogy még 11 ponttal előződött őt de az utóbbi két verseny hétvégén Holgádó nagyon nem nyújtott jó teljesítményt. Fejjelre uh, érezhető volt ma is Mugello-ban, hogy tempóból talán ott lett volna, vagy megszorongathatta volna Alonzót, uh, viszont nem jött ki neki a lépés a hajrában, ott nagyon sok Idő elment, amíg a Jamanakáékkal csatázott. De nem vagyok biztos benne, hogy ha, ha jobban jön, jön ki a lépés neki. A Alonso legalább olyan jól érzi a futamok felépítését, és főleg a hajrákat, mint Annó Joan tette ebben a kategóriában, ha nem jobban. Igen. Tehát itt a jelenlegi tendenciából kiindulva, ugye Herezben produkált egy bukást az, éről, hogyha nem tesz hasonló szívességeket a mezőnynek, nagyon-nagyon nehéz lesz futamot is nyerni a hátralévő versenyeken másnak. Mert most, most nagyon összeállt. a tempo eddig is megvolt, a hajrák már tavaly is megvoltak, de most már, most már az, az egész versenyét képes úgy felépíteni, és, és, igen, nem, nem, nagyon van ütőképes kihívó jelenleg. Lehet, hogy Tehát a technikát illetően sem. Lehet, hogy ez lesz a legsimább kategória itt a három közül, ugye a MotoGP, Moto2, Moto3-at illetően, mert azért, hogy a motogp is alakul egy hasonlóan szoros és fordulatos világbajnoki csata, mint tavaly, meg a Moto2-ben meg tényleg ugye a váratlan szereplőkkel alakul szintén egy 3-4-es versenyfutás, mert azért én még nem írnám le Aldegger, csak tényleg a várthoz a, a képest ö, teljesít gyengébben. No, ö, szerintem akkor lassan le is zárhatjuk ezt az adást, kibeszéltük Barcelonát és Mugellót, most jön egy nagyobb, ö, hát tavaszi szünetnek hívja a MotoGP, ami azért júniusban elég erős túlzás, de ugye Kazasztánnak a, az elhalasztásával itt most négy hét szünet jön, Assenig és a Saxeringig, ugye ez lesz a két következő verseny, azt is mondjuk el, hogy a múlt héten bejelentették azt, hogy Indiát viszont törölték erre a szezonra, és annak a szeptemberi helyét kapja meg Kazasztán. Hát vagy megkapja, vagy nem, egyelőre maradjunk, maradjunk inkább annyiban, hogy a tervek szerint szeptemberben lesz kazak nagydi. Ugye a kazak futamot áradások miatt halasztották el hivatalosan. A pálya elvileg készen áll a sajtóhírek szerint, a probléma az az egyéb infrastruktúrával lehet, tehát a közutakkal, amivel oda kell menni, a széles sávú internettel, meg ilyenekkel. Van még most rá három hát hónapján, Abszolút nem, nem alapvető fontosságú dolgok egy nem, MotoGP nem világbajnokság nem. kapcsán. Úgyhogy bízzunk benne, hogy megtartják. Ugye így is már 20-ra fogyatkozott az eredetileg 22 fordulós versenynaptár, ugye az argentin futamnak a kiesésével, de így most tényleg lett egy hát mondom, a MotoGP tavaszi szünetnek hívja, de azért a jobb helyek az iskolának is mindjárt vége, szóval nem, nem egészen értem, hogy ez miért tavaszi. Jön Assen, ugye, ami az egyik legjobb versenypálya a világon, csak azért nem a legjobb, mert van egy Phillip Island, és ugye rögtön után jön a Saxering, amit meg ugye nem nevesítettél, de amikor már beszéltünk, akkor elég erősen lehet rá célozni, hogy a Saxering az egy nagyon jó esély lehet majd Márkeznek a a villogásra, hiszen ott van zsinórban 10 vagy 11 győzelme. Úgyhogy ezek jönnek itt majd június végé, július elején. Mi is ekkor fogunk legközelebb jönni a terveink szerint. Köszönjük szépen, hogy meghallgatatok most minket. Iratkozzatok fel a különböző podcast megosztó csatornákra, illetve a YouTube csatornánkra is, ahol megtaláljátok egyéb műsorainkat, a Formula Podcastnak az adásait a volnak az adásait, illetve Mészáros a Forma 1 helyszíni bejelentkezéseit, videós bejelentkezéseit. Nem olyan rég jelent meg a friss autósport és formula magazin, azt is megtaláljátok a webshopunkban, illetve az újságárosoknál. Csatlakozzatok a Formula MotoGP Facebook csoporthoz, hogyha ezt még nem tettétek meg, ott megtalálhatok minden fontos információt és érdekességet. Nem is feltétlenül csak a MotoGP kapcsán, hanem egyéb két kétkerekű szériák ügyében is. Ugye például a jövő hétvégén, illetve mikor kikerül ez az adás, már az adott hétvégén rendezik majd a spáji 8 órás versenyt a az Endurance világbajnokságon, motoros Endurance világbajnokságon, úgyhogy érdemes oda is becsatlakozni. Most pedig tehát akkor még egyszer köszönjük szépen a figyelmeteket, hogy velünk voltatok és meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Tetszett az adás? Iratkozz fel csatornánkra és csatlakozz a Formula MotoGP Facebook csoporthoz, hogy nem maradj le semmiről. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.